meglássuk a jót abban, amit igazából első körben, amikor olyannak vérjük, akkor eldobnánk, de mi van akkor, ha megpróbálunk érte küzdeni. A külcsín helyett a belbecs számít. A napjainkban is érvényes bölcsességről szól a Szépség és a Szörnyetek című mese, világszerte ismert története is, amelyet a Móricz Zsigmond Színházban visznek színre hamarosan. Ez nem a Disney-féle verzió, tehát itt például ez a Gaston szerelmi történet, ez egyáltalán nincsen benne az eredetibe, itt sokkal inkább a családi kapcsolat, a családban lévő problémák, illetve főként egyébként társadalmi és anyagi helyzetek miatt történt problémák az alapvető kiinduló pont, és talán egyébként ebben a korban, amikor ez a, mondjuk úgy, hogy ez a népmese papírra került, és lett egy lenyomata, akkor leginkább erről az előre elrendeltetett házasságkötésekről szólt, vagy ezt szerette volna példázni, amihez azt gondolom, hogy remélem, hogy manapság, mert már nem annyi közünk van, de közben meg maga a mesének az alaptörténete, hogy nem a külcsín, hanem a belbecs az, ami fontos, az viszont örökérvényű még ma is. Az előadás első olvasópróbáján nem csak a színpadkép és a jelmezek vázlatait láthatták a színészek, a darabban hallható dalokból is ízelítőt kaptak. Az olvasópróbán elhangzott, az előadás különlegessége, hogy egyszerű eszközökkel törekszik közvetíteni a történet összetett mondani valóját. Három leányzó és az apa, valamint a szörnyeteg és egy inas, aki a mesélő szereplője, tehát ennyi igazából a szereplőgárda. A kivitelezésében pedig valóban, ahogy említettem, eléggé minimalista a történet, ami erőteljes szimbólum az a rózsa nálunk, arra van egy erőteljes képi világunk, és igazából az dominál, főleg az egész előadás alatt, és szeretném minél inkább a színészi, és ezen belül is leginkább a herceg és Bell történetére, és a színészek játékára helyezni a hangsúlyt. A Szépség és a Szörnyetek bemutatója február 9-én lesz a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. A darabot Halasi Dániel állítja színpadra, a főszerepekben pedig Kis Eszter Júliát és Gulácsi Tamást láthatja majd a közönség.